kerület napjához kapcsolódó rendezvény sorozat részeként szervezett főzőversenyt a Klauzárház június 20-án. Vannak itt az ország különböző részeiből, de elsősorban is Budapest 22. kerületéből, Budafoktétényből érkeztek a főzőcsapatok, munkahelyi, baráti közösségek, egyesületek, civil szervezetek csapatai. 10 csapat nevezett a versenyre, és 2 kategóriában összesen 14 féle étel készült. Vivko és barátai nagy precizitással készítették a 2 ételt. Gulyáslevest főzünk, és grill ételként pedig csirke mellett, meg csirkecombot rozmaringba és fokhagymába beáztattuk, és akkor majd azt fogjuk kisütni amerikai káposztasalátával. Miért ezt választottátok? Mert ezt már többször elkészítettük, és sokszor jól sikerült. És grillezni meg nagyon szeretünk, hétvégén is szoktunk. Mondjuk gulyást még együtt nem csináltunk, de múltkor elég jól sikerült a pörköltünk az előző versenyen, ami egy héttel ezelőtt volt, ott el is hoztuk elsőre az első helyet, úgyhogy és reméljük most is jól sikerül majd a szereplés. A polgármesteri hivatal csapata egy bográcsban kezdte a 2 étel főzését. Jelenleg egy babgulyással készültünk, és 2 levest fogunk csinálni belőle, tehát az alap ugyanaz, és ebből egy korhelylevest fogunk még csinálni, tehát 2 étellel készültünk összesen. Próbáltunk valami olyan hagyományos, vábi jellegű ételt csinálni, ami illik ehhez a mostani alkalomhoz, és emellett szerettünk volna egy olyan általánosan kedvelt ételt is csinálni, amit mindannyian nagyon szeretünk. Milyen a csapat? A csapat a legjobb, de ez a csapat a legjobb. A Szabadtűzi Lovagrend Gasztronómiai Egyesület tagjai zsűrizték az ételeket és értékeltek. Először is, mint mindenki, a szemünkkel kóstolunk. Úgy kezdődik a kóstolás, mi megnézzük. Szépen dekorálva, gyönyörűen tálalva, már rögtön az ember megkívánja, hogy finom. Utána persze aztán megkóstoljuk rendesen, íze, állaga megfelele az étel jellegének, és úgy döntünk a pontokról. 2 kategória van, de ha 2 kategória, mert is több ételt hoz valaki, annak is nagyon örülünk, de akkor a legjobbat zsűrizzük. A 2 ételnek meg különösen örülök a rozmaringos kategóriának, mert nekem egy nagy veszőparipám a friss fűszerek használata, hiszen mi magyarok olyan gazdagok vagyunk a friss fűszerben, fűszertermelésben, hogy mindig hiányolom, hogy ilyenkor nyáron, amikor tele vannak az üzletek, a kertek friss fűszerrel, akkor képesek száraz fűszert venni és használni. Ilyenkor kellene élni velük nagyon. El lehet ezt rontani? Tehát, hogy a rozmaring egy kicsit... El, igen. A rozmaring túlzásba vitele is. Azt tudni kell, hogy a rozmaring egy könnyen leégő fűszer, és ha túl sokat használnak belőle, az megkeseríti az ételt. Tehát bizony el lehet rontani. De melyik ételt nem lehet elrontani? Végül is mindegyiket el lehet rontani. Falatin István egyszerre főzött az ipartestület csapatának és a budafoki angyaloknak is. Egy egyszerű rozmaringos csülök pörkölt lesz az egyik főmenü, másik pedig egy brigád kedvence, amit mindenki szeret, egy tavaszias lecsó. Van-e különlegessége valamelyiknek? Hát a csülök pörköltnek a rozmaring. Többiben meg természetesen a szalonna, kolbász a lecsóba, ami természetesen kell bele. Miért jók ezek a főzőversenyek? Hát összehozza a csapatokat, a brigádokat, a testvéreket, barátokat. Hál' Istennek jó sokan vagyunk, gyerekek is vannak. És egy ilyen jó itt lenni. A Szinergia Mazsorett és Tánc Stúdió csapatában 3 generáció főzött egyszerre, meg is lett az eredménye, hiszen a zsűri neki kitélte oda a vándorkupát. A család fő és egyik lánya elárulták nekünk, hogy hogyan készültek a nyertes ételek. A legnagyobb gondossággal készítettük elő a birkát, fél birkát, és hát ebbe benne van a csontja, a combja, és egy kis belsőség is. A titka az, hogy jó sok hagyma kell hozzá, paprika, paradicsom, és aztán utána a csontos darabokat kell megpörkölni, mert birka pörkölt. Nem baj, ha egy picit megég, vagy ha egy picikét oda kapja. És aztán utána jön rá a hús, és fölöntöttük most éppen ebben a pillanatban addig, hogy éppen ellepje. Egy kis fűszerezés, és majd a paprika a végén fog rákerülni. A másik menünk az egy töltött padlizsán lesz, aminek még csak az alapja rotyog a tűzön, ugyanis ez egy rozmaringos birkával töltött padlizsán lesz faszénen sütve. Úgyhogy hát otthon már elkészült párszor a sütőben, de most megpróbáljuk, hogy milyen az igazi füstös íz.
Miért gondoltátok, hogy elindultok ezen a versenyen? Hát valójában mi most a Szinergia Mazsoret csapat képviseletében vagyunk itt. Én most már immár 4 éve oktatok kicsiket, nagyokat, és szeretnénk Budafokon is elindítani a csoportokat, úgyhogy ezért vagyunk itt elsősorban, másodszorban pedig itt van az egész család, végre a nagyszülők is kimozdulhattak, úgyhogy ez egy igazi nagy családi esemény, bepótolva az elmúlt karácsonyt, amit ugye sajnos nagyon csak online tudtunk megrendezni, úgyhogy az első nagy családi eseményünk így a járvány után. A szabadtűzi lovagrend vezető lovagjaiból álló zsűri az általános kategóriában a Kari és a haverok elnevezésű csapat jutúros puliszkával töltött vörösboros marhalábszár pörköltjét ítélte a legjobbnak. A rozmaringos ételek kategóriában a Baros Savignon csapata végzett az első helyen, rozmaringos burgonyával körített vaddisznó pörköltjével. Minden csapat oklevelet, érmet és különféle ajándékokat vehetett át az eredményhirdetésen, melyen Szepesfalvi Anna alpolgármester is közreműködött.